És itt van már velem Nádasi Tamás, aki tulajdonképpen rengeteg ásványvizet ide tett az asztalra. Ugye ön ásványvíz szakértő. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Nagyon nem mindegy, hogy milyen ásványvizet fogyasztunk. Én egyszer láttam egy sorozatot, kifejezetten az egy ásványvíz túrát mutatott be a világ több különböző pontján, és nagyon érdekes volt, hogy tehát hogy amennyi ország, annyiféle ásványvíz íz, meg ásványvíz típusok. Beszélgessünk ezekről a vizekről itt az asztalon. Miért pont ezeket hozta be? Hát először is a hely kihasználás miatt nem hoztam nagy palackokat, ballonost meg aztán főként nem. Érdekes szortiment, van egy nagyon régi palack, látjuk az egy agyagpalack, 300 éves, és a ma kapható vizekből egy kis választék, van köztük két gyógyvíz is, ugye le vannak takarva a címkék, hogy ne látszódjon, hogy melyik márka, de ha már a világ vizeiről is beszéltünk, a gyűjteményünkben több mint 4000 féle víz van a világ minden részéről, 4000 fajta ásványvíz, és könyvet is írtunk az ásványvizekről. Én azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon fontos terület ma, a víz önmagában, az ivóvíz, az ásványvíz, hiszen a föld készletei ilyen szempontból szennyeződnek, fogynak, tehát nagyon fontos számunkra. És Magyarországon pedig nagyon jó vizek vannak, úgyhogy itt az ömezetnek a vizeknek Magyarországon forgalmazott, Magyarországon palaszkozott ásványvíz. Tamás, kezdjük egy alapvető dologgal. Én szerintem mindenki tapasztalta már azt, hogy teljesen más egy üveges vizet mondjuk kérni egy étteremben akár, vagy mondjuk egy közértben megvenni egy műanyag palackos üveget. Van ízkülönbség a kettő között? Még akkor is, hogyha ugyanolyan márkáról beszélünk? Hát igazából nincs különbség közöttük, tehát bármelyiket megvehetjük. Régen ugye nagyon alacsony volt a magyar ásványvíz fogyasztás, akkor üvegben vittük haza. Igazából a modern világ miatt alakult így át, a sok műanyag miatt, hogy most már PET palackokban van a termelésnek a nagy része. Problémát jelent azért, tehát környezetszennyezés jelent. Van ilyen, hogy PET kupa, amelyik például az Ukrajna-Románia felől érkező, Tiszán érkező szennyeződéseket, a rengeteg PET palackot szűri ki. Erre sokkal jobban kéne vigyáznunk, a jövőben visszagyűjtése lesz a PET palackoknak, újrafeldolgozása, mert nagyon-nagyon fontos, hogy ez ne legyen egy környezetszennyező technológia, hanem vigyázzunk a földünkre. Itt, hogyha jól látom, azért ezeknek az ásványvizeknek a nagy része szénsavmentes. Igen. Tehát, hogy jól látom-e. Szerintem arról is érdemes beszélni, hogy egyébként mennyire jó a buborékos ásványvíz, mennyire jó ez az enyhén dúsított ásványvíz, vagy mennyire jó a teljesen szénsavmentes víz. Mi a különbség ezek között a vizek között, és melyiket érdemesebb inkább fogyasztani, akár nagy melegben? Igen, akár vegyesen is érdemes. Egyre inkább a divat alapján elmentünk a szénsavmentes vizek felé. Dús, tehát szénsavval dúsított vizet egyre kevesebbet iszunk. Miért mentünk el ebbe az irányba? Ugye a szénsavas benne van a nevében is, hogy sav. Ugye lugosítunk, ez most orvosilag egy fontos dolognak számít, hogy amúgy is ez egy fontos dolog számunkra, hogy lugosítsunk, bár a szervezet elvégzi ezt a feladatot, tehát senkinek semmi baja nem lesz attól, hogy szénsavas vizeket iszik, de mégis a szénsavmentes kezd el a világon sokkal jobban terjedni. De nincs hatása, hogy gond lenne vele. A szénsavas víz ráadásul tovább eltartható. Tehát a szénsavas víz az tovább lesz friss a palaszban. Miért tartható el tovább a szénsavas víz? Mert a szénsav nem engedi, hogyha valami belekerülne, akkor az nem engedi elszaporodni. Tehát akkor lehet, hogy egy kicsi fertőtlenítő hatása is van? Talán mondhatjuk, bár azok a vizek, amelyeket a nagy mélységből felhozunk, azok az ásványvizek, azok a definíció alapján is eredendően tiszták, védett vízadó rétegből származnak, és kezelésnek nincsenek kitéve, csak szűrésnek. Honnan tudjuk meg, hogy pontosan honnan ered az a víz, vagy az a palackos víz, amit megveszünk? Mindig mindenre rá van írva a hátára, hogy honnan ered? Igen, feltétlenül. Sőt, minden kútnak, tehát minden ásványvízkútnak egy neve van, onnan csak egyféle víz palackozható. Tehát ez egy nagyon-nagyon szigorú törvény Magyarországon, tehát meg vannak különböztetve egymástól a vizek. Mondhatom, hogy a világon nincs két egyforma víz, tehát nincs két azonos összetételű ásványvíz, mindegyik különbözik, különféle rétegekből, különféle mélységekből származnak, különféle ásványi mikroanyagokat, úgynevezett ásványi vitaminokat tartalmaznak, amelyek fontosak, szükségesek az emberi szervezetnek, óriási kincs, és Magyarország gazdag vizekben. Milyen típusú vizek vannak Magyarországon?
Hát most az ásványvizeknél, ugye nálunk korábban a magasabb sótartalmú vizek voltak, amik divatosak voltak, hiszen réteg eredetűen nálunk ilyen lehetőségeink voltak. Most a külföldi divat miatt inkább elmentünk a mediterrán típusú, az alacsonyabb sótartalmú vizek felé. Most a gyógyvizeket tudnánk igazából kategorizálni, most abban nem szeretnék belemenni a rövid műsoridő miatt, de gyógyvizeink is nagyon fontosak. Régen mondtuk, hogy fűben, fában orvosság. Én azt mondom, hogy vízben is orvosság. Ha már a gyógyvizeket szóba hoztam, mert azért Magyarország nagy gyógyvízország, hogyha mondhatom, mitől gyógyvíz a gyógyvíz? Hogy gyógyvízé van minősítve, át kell esnie ugyanúgy, mint az ásványvíz, tehát azt is minősíteni kell, nem mondhatjuk azt, hogy ez egy ásványvíz, csak akkor, hogyha meg van vizsgálva, élelmiszeré van minősítve, és mindenféle kívánónak megfelel. Ugyanígy a gyógyvíz is. Gyógyvizekben fürödhetünk, de a gyógyvizet ihatjuk is, itt van két palaszkozott víz, nem mondom, hogy melyik két márkáról van szó, de az egyiket... De hogy milyen típusú gyógyvíz, arról beszélhetünk, a márka az nyilván nem, de hogy milyen típusú gyógyvíz? Igen, az egyik az egy jódos, tehát Magyarország területének egy jó része jód hiányos, és főleg csecsemőkorban nagyon fontos a pajzsmirigy építőanyaga a jód, tehát fontos, hogy ezt pótoljuk. Tehát egy jódos gyógyvíz az egyik, igen? Igen, igen. Mutathatom, hogy egy palack, vagy nem mutassak rá a palackra. De, mutasson nyugodtan. Ott az a kis pici palack. A pici, az még igen, kiesett. Igen. Igen, ez a pici palack. Igen, nagyon-nagyon fontos számunkra. Hát sajnos inkább gyógyszereket alkalmazunk a gyógyításnál vagy a megelőzésnél. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy a vizeket is fogyasszuk. Tehát azt mondta, hogy az a jódos gyógyvíz elől, ugye igen. A pici palackos, itt van egy zöld színű, az is egy gyógyvíz. Így van, az is egy gyógyvíz, egy nagyon régi, Budapesten palackozzák ezt, illetve Budapestről származik a víz, nem itt palackozzák, de innen származik, egy különleges engedéllyel, egy nagyon régi vízünk, amit annak idején több mint 100 évvel ezelőtt Amerikába is exportáltunk. Tehát nagyon-nagyon fontos, és hogyha valakinek problémája van, emésztési problémája van, akkor ajánlom, hogy ezt a vizet fogyassza például. Nem akarom zavarba hozni, valószínűleg, hogyha vízről van szó, nem nagyon tudom zavarba hozni, de hogy állunk a csapvízzel? Érdemes csapvizet is fogyasztani? Természetesen. Magyarországon minden településen iható a csapvíz, de ugye az egy kezelt víz, a csapvíz, tehát nagyon-nagyon jó minőségűnek nevezhető, de mégsem ásványvíz. Egyébként vannak olyan csapvizek több területen Magyarországon, amelyek megfelelnének az ásványvíz minősítésnek is. De miután csővezetékbe kerül, úgy kerül a fogyasztókhoz, és kezelésen megy keresztül, így emiatt nem lehet ásványvíznek. Mondaná nekem egy ilyen régiót, ahol szinte ásványvíz minősítést kaphatnának? A karsztos vizek, de hegyvidéki területeken leginkább. Tehát ott azok a vizek, amelyek mutatom a Bakonyt például, vagy a Bükkhegységet, Mátrát, tehát inkább a hegyvidéki területeken mondhatjuk, hogy azt, hogy azok a vizek, amelyek ott találhatók, azok ilyen szempontból nagyon-nagyon jó minőségűnek mondhatók. Főként azért, mert az ásványvizeinknek az összetétele szempontjából nagyon fontos, hogy minél több kálcium legyen benne, magnézium, hidrogénkarbonát, jó, ha van benne egy kis jodid, ami a pajzsmirigy szempontjából fontos, egy kis fluorid, ami a fogzománc, a fogaképítő anyaga, és ne legyen benne káros, semmilyen káros anyag, ami a szervezetre, hogy mondjam, rossz hatással van. És ígyunk sok vizet, mert az volt a legjobban. Két és fél liter vizet naponta. Köszönöm szépen, hogy itt volt velem. Nagyon szépen köszönöm.